Köszöntöm a nézőket, a 20-as évek első Kempó magazinját látják. A mai adásban visszatekintünk 2019-re, hiszen a Magyar Kempó Szövetségben egy rendkívül sikeres év van a hátunk mögött. Áprilisban rendezték például a világbajnokságot, októberben pedig az Európa-bajnokságot. Mindkét esetben remekeltek a magyar harcosok. Kezdjünk is bele! Februárban a versenyek sorát megnyerő, egyben hazánk legsikeresebb dozsójává váló újfehértói egyesülethez látogattunk el. A szívélyes fogadtatás mellett megismerkedtünk egy kicsit közelebbről is a kelet-magyarországi éremhalmozó tím szakmai munkájával. Nagyon nehéz feladat állt így előttem, így a mesterem halálával. Úgy gondolom, hogy ezzel fel is kellett nőnöm, magához az élethez is komolyodnom kellett. Ugye 17 évesen kezdtem már így az edzősködést. Nagyon szeretem csinálni, nem mondom, mert nagyon-nagyon nehéz és nagy felelőssége, szóval minden elismerésem az összes edzőnek, mesternek. De élvezem csinálni, és amint láthatjuk is, így nagyon sikeres a csapat, aminek szintén örülök és büszke vagyok a csapatra. Próbálom a csapatot úgy fejleszteni, hogy minden versenyre, minden eseményre maximálisan ott legyenek, helyt álljanak. A korábbi kempós Borics Ádám, aki az utóbbi években MMA karrierjét építgeti az Amerikai Egyesült Államokban, 2019 elején hazalátogatott Magyarországra, és ha már itthon volt, ki nem hagyott volna egy közös tréninget a magyar kempókákkal. Én is kempós voltam, kempó versenyeken kezdtem a pályafutásomat, ezért mindig jó ilyen körökben mozogni, mint újra hazajönnék. Úgy gondolom, hogy valami újat tudok nekik mutatni, ami nekem is új volt ugye kint. Szeretném, ha ezt minél több harcos megismerné, mondjuk ezeket a technikákat, ezt a mentalitást, és ezért hirdettem meg úgymond ilyen szemináriumokat. Úgy látom, hogy nagyon lelkesek és nagyon örülnek, hogy itt vagyok, és tök jól esik, hogy ennyire figyelnek rám, meg hallgatnák rám. Azt hiszem volt olyan példa is, hogy már áprilisban tartottam nekik szemináriumot, és valaki ezzel nyerte meg a Kempó VB-t, hát ez csodálatos érzés. Márciusban már javában készült a válogatott az áprilisi spanyolországi világbajnokságra, de közben elrajtolta a hazai versenyszezon is. A hónap első felében tartották a 16. Esztergom Kertváros kupát, amelyen két ország mintegy 20 egyesülete mérette meg magát. Nagyon jó kis versenyt sikerült összehozni, nagyon szép számú nevező jött, nagyon sok csapat szerepelt, 19 csapat, 127 versenyzője indul, szóval egy nagyon komoly kis versenyt sikerült megrendezni. A VB előtti utolsó állomás volt a jubileumi 15. Felcsút Kupa nyílt nemzetközi kempó bajnokság április elején. A helyi kempó megalakulásának 25 éves évfordulóját is ünneplő tornának nem is lehetett volna szebb otthona, mint a Puskás Akadémia Sport és Konferencia Központ. Nagyon jó érzés, hogy már 15. alkalommal rendeztük meg ezt a versenyt. Amikor az ember elkezdi az első alkalommal, nem gondolja, hogy ebből lesz 5., 8., 12., 15. és ki tudja, hogy hol lesz a vége. És nagyon örülök, hogy ezen a gyönyörű szép helyen tudtuk ezt a jubileumi versenyt megrendezni. Köszönöm szépen a lehetőséget azoknak, akik ezt biztosították a számunkra. Ami az ünnepi Felcsút Kupa csapatversenyét illeti, folytatva az előző évi remeklését, az újfehértói Kempó HSE lett az első, a Firewolf a második, a Herceghalmi Kempó Dozsó pedig a harmadik. Az év legfontosabb megmérettetése a 16. IKF Kempó Világbajnokság és Világkupa volt április végén, ami 82 érmet, köztük 22 aranyat, 27 ezüstöt és 33 bronzot hozott a magyar konyhára. A spanyolországi Guadalajarában lezajlott eseményen 15 magyar sportoló mondhatta el magáról, hogy legalább egy alkalommal felállhatott a dobogó legfelső fokára, 6 harcos pedig VB címet is védett. A felnőttek mezőnyében Komár Dániel, az utánpótlás korúaknál pedig Laca Ábel is remekelt. 6-an voltunk a súlycsoportban, és elsőre kikaptam a románoknál az egyik legjobb emberüket. Az volt a technika, hogy hát ponttal hozzam el a meccset, tök mindegy hogyan, csak pontozzam végig, és utána a másik kettőt meg már tudtuk, hogy ez meg lesz, mert ő volt a legjobb ebben a súlycsoportban mellettem. Nagyon örülök neki, az döntőben mind a két ellenfelem orosz volt, full knockdownban is, meg full kempóban is. Nagyon ügyes ellenfél volt, de sikerült legyőznöm. Knockdownban inkább földre, a földet hangsúlyoztuk ki, a full kempóban pedig az állóharcot. A nemzetek közötti összesített rangsorban egyaránt harmadik lett Magyarország a 16 év alattiak világkupáján és a felnőttek világbajnokságán. Maximálisan elégedett vagyok, főleg azért, mert nagyon fegyelmezetten versenyzett a magyar csapat. Kihozták magukból a maximumot, ezt kértem tőlük,
hogy a maximumot mutassák meg, azt az egyéves munkát, amit a tavalyi világbajnokság óta letettek az asztalra, azt ma megmutatták, és ebben a nagyon erős mezőnyben hatalmas nagy büszkeség számomra, hogy mind a világbajnokságon, mind a gyermekeknél a világkupán harmadik helyezést értünk el összetettben. A magyar bajnokság a negyedik alkalommal meghirdetett budakeszi Kempó kupával folytatódott májusban. Abból a szempontból mindenképpen emlékezetessé vált ez a torna, hogy Zsinórban 7 megnyert bajnoki forduló után először nem az Újfehértó győzött. A tromfosztásért a sok esetben második Firewolf jászárokszállás volt a felelős, amely ezúttal a második helyre utasította a nagy riválist. Harmadikként a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia végzett. Nagyon elégedett vagyok az egész csapat munkájával, a magaméval is. Úgy érzem, hogy mindent beleadtunk és kellően felkészültünk a mai versenyre. Ennek meg is lett az eredménye. Sok emlékezetes mérkőzés történt a mai versenyen. A nyár akkor Balatonlellei edzőtábor. Ez a program sok éves hagyományra tekint vissza a Magyar Kempó Szövetség életében. A Budajenő Kempó Klub harcművésze Katona Rihárd a júliusi tábor napi edzés munkája mellett sikeres vizsgát is tett Barna Övre. A tábor egy nagyon intenzív, edzésben gazdag tábor volt. Minden edzés mindenre felkészített minket, mint álló, mint földi küzdelemre. A vizsga egy egész napos vizsga volt, nagyon nehéz, útszint intenzív is volt, amiben mint technikailag, mint testileg fölkészültnek kellett lennünk. Évről évre visszatérő vendégek vagyunk szeptember hónapban a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémián. A Kempó mellett ökölvívást is kiemelten oktató sportközpontban szinte megállás nélkül folyik a magas színvonalú műhelymunka. A nagycsontörő János világbajnok boxoló által vezetett szakosztály említésre méltó eredményekkel sem volt adós az elmúlt évben. Tóth Szilvia 48 kilós felnőtt női versenyzőnk, aki kijutott ugye a felnőtt Európa bajnokságra. Én azt mondom, ez egy nagyon szép teljesítmény a klubunktól. Az, hogy ő felvehette a válogatott melegítőt, bízunk benne, hogy jövőben többször lesz erre még alkalma. Ötödik alkalommal tartották meg az újfehértói Kempó kupát és Izsó Mihály emlékversenyt október elején, amelyet dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony is megtekintett a helyszínen. Nagyon nagy örömmel érkeztem ide Újfehértóra, hiszen ez egy országos bajnokság is, és egy emlékverseny is, és nagyon sokan vannak itt, hiszen itt világbajnokok, Európa bajnokok, országos bajnokokat láthattunk a mai nap során, és nagyon büszkék vagyunk a sportolóinkra, hiszen mi sportnemzet vagyunk. Ami a torna eredményeit illeti, nos mondhatni visszaállt a megszokott rend. A budakeszi botlás után ismét az Újfehértó lett a legeredményesebb csapat. Második helyen a Firewolf, harmadikként pedig a felcsúti Fejér Tigrisek Kempóháza végzett. 2019-et fontos versennyel zárta a Magyar Kempó Szövetség, hiszen a válogatott október végén a portugáliai Vila Franca do Xira városában szerepelt az IKF Kempó Európa bajnokságon. Nemzeti csapatunk ezúttal sem vallott szégyent, Portugália és Románia mögött harmadik lett az országok küzdelmében. Ehhez nem kevesebb, mint 25 érmet kellett bezsebelnie a 3 napon át zajló seregszemlén. Abba tortán, hogy Ódor Lili személyében magyar lett a legeredményesebb női sportoló. Maximálisan meg vagyok elégedve az idei teljesítményemmel. Nagyon sokat készültem erre a versenyre különböző edzésformákkal. Formagyakorlatban 3. helyezést értem el. Submissionből sikerült megvédenem most már 3. az Európa bajnoki címemet, amivel meg vagyok elégedve. Semikontaktban most már egyre több ugye a lány. Itt is több mérkőzésen kellett keresztül mennem, hogy sikerüljön az első helyet kiérdemelnem, de itt is sikerült, és utána jött a Knogra, amiből EB-n először indultam. Ezt is sikerült technikai KO-val befejeznem, ennek is nagyon örültem, és végül ugye volt a full, ami nekem a kedvenc számom, és itt pedig negyedjére sikerült megvédenem az Európa bajnoki címem, aminek szintén nagyon örültem. Teljes mértékben elégedett vagyok önmagammal, mert amit gyakoroltunk edzésen, azok mind kijöttek. Első nap submission kategóriában indultam. Az első meccsem egy súlycsoporttal feljebb lett, mint amennyiben indultam volna. Ott éreztem ezt az erőfölényt, amennyivel ők nehezebbek nálam, de szerencsére a saját súlycsoportomon meg tudtam nyerni az Európa-bajnokságot.
mert ott ugye kijöttek azok a dolgok, amiket edzésen gyakoroltunk. Kedves nézők, 2019-es Best of adásunkat látták, legközelebb már friss tartalommal jelentkezünk. Addig is, hogyha tehetik, látogassanak el a kempomagazin.hu oldalra, ahol korábbi műsorainkat is megtekinthetik. Én munkatársaim nevében köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A Magyar Kempó Szövetség támogatói: a Duna Aszfalt, a Mészáros és Mészáros Kft., a Shield Protection Service Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Tipmix, a Vivien Ásványvíz és a Munkavédelem Plusz.